2020-ban a vágta szervezői megkerestek bennünket, mert kerestek új elővágta helyszínt. Kijöttek, megnézték a területet, átbeszéltük, és onnantól már ez a harmadik vágta. Én azt gondolom, hogy most már egy bevált módszer szerint tudjuk a vágtát megszervezni, főleg úgy, hogy hozzá a falunapot is hozzápasszítottuk, és így nem csak magával egy lovas verseny, hanem egy falunapi vigasságok, koncertek és egyéb gyerekprogramok, illetve kísérőprogramok vannak. Kézműves vásár, büfé áll rendelkezésre az ide látogatóknak. Február óta dolgozunk együtt a lóval, és azt gondolom, hogy azóta nagyon jól összeszoktunk, és összecsiszolódtunk. Nem számítottam a győzelemre, mert viszonylag elég erős mezőny volt, és nem annyit tudtunk készülni, amennyit kellett volna. Spontán jött a verseny, de szerencsére így is elég jól megoldottuk, és a döntőben a rossz start ellenére is fel tudtunk zárkózni, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lovamra. Egyébként a Baján Teamben készülünk, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült feljutnunk a Hősök terére. Nagyon érdekes, hosszú-hosszú beszélgetések után elindult a Nemzeti Vágta 15 évvel ezelőtt, megilletődve, és csodálatos élmény volt először ott állni a Vágta dombján, és elmondani a nyitóbeszédet, belovagolni, akkor még szerencsére a saját lovamon lovagolhattam a hagyományőrzők előtt. Na most a 15 év alatt rengeteget fejlődött ez a dolog, és végül is az eredeti terveknek megfelelően sikerült egy olyan nagy kulturális eseményé fejleszteni ezt, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is, a helyi közösségeknek ez egy nagyon nagy ünnepele. A sokszor az ismeretlenségből előtűnő települések egészen kimondhatatlan, sokszor kimondhatatlan nevű, csodálatos régi magyar nevű településeink kerülnek elő és mutathatják meg a kultúrájukat, óriási jelentősége lett. És szerencsére most már ugye jó pár esztendeje a nemzetközi futamokat is megrendezzük, és eljutott ennek a híre a világ minden tájára. Tehát megemlékezünk a fiatal hősökről is, hiszen most az elmúlt években nagyon-nagyon előtérbe került az ifjúság nevelése, a hazafiságra való nevelés, az identitás erősítése. Én azt hiszem, hogy a legtöbb, amit tehetünk, hogyha a saját kultúránkból táplálkozva újra felfedezzük a saját értékeinket.